Amíg mindenki ide jön a kocsiktól. Ugye nyilván ott is lehet állni a járdán, tehát nem muszáj itt állni, csak a mikrofonunk nem ér el odáig, ugye szerintem menjetek át nyugodtan oda. Én odaállnék egyébként. Csak aki majd beszélni fog, az meg ide jön. Csak az úton nagyon vigyázzon mindenki, mert itt ugye jár a forgalom. Ó, így sokkal jobb a dolog. Ugye megérkeztünk a hazugságügyi minisztériumhoz, vagy bankárügyi minisztériumhoz, akárhogy is nézzük, ugye azt már az előbb bebizonyítottuk, hogy valaki hazudik. Tehát vagy a számok hazudnak, nem sok kitalálta ki a számokat egyébként valaki, vagy történelmi ismert, hogy mikor is kitalálta ki, azóta mi elfogadjuk, hogy mondjuk a 14-ből 5, amit itt látok, az 9. Ugye ezt mi elfogadjuk, ez általános. A világ minden részén. A bank meg azt mondja, hogy 31. Rocsányi is azt mondja, hogy örüljünk neki, hogy csak 31, és ennek örüljünk. És a Orbán így, de nézzetek csak hátra, hogy hogy nő az orruk. Ez lehet, hogy azért van, mert ők úgy tudják, hogy a 14-ből 5 az 31. Tehát ő az óra ennek a állatfajnak, aki ilyeneket mond. Most nem tudom, hogy itt van-e Rocsányi egyébként, ahogy sehol nem találjuk meg. Voltunk már a házánál, ott sincs. Voltunk itt, nincs. Most én az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nincs is Rocsányi, tehát ez is egy hazugság. Nem, hát szerintem nincs. Mert ugye, hogyha 14-ből 5, az nem 13, akkor ha azt mondjuk, hogy van Rocsányi, akkor nincs Rocsányi. Tehát akár ez is járható útja ennek a dolognak. Hát tegyünk róla, hogy ne legyen. Hát például ez is egy jó megoldás, és erről mindjárt fogunk beszélni. Tehát ezért jöttünk ide, hogy átadjuk a számok, hol vannak a számok, várjatok a látikot, a sáros ládát. Nézzétek már meg, légy, ott maradt a kocsiba. A sáros láda, amiben összegyűjtöttünk a számokat, amik nem hazudnak, ellenben a bankárokkal és a politikusokkal, akik folyamatosan hazudnak, mert hogy olyanokat mondanak, hogy mondjuk 35-ből 20, az 60. Tehát ez nyilvánvaló hazugság. Igen, még látom, gyűlnek bele a papírok, amik bebizonyítják azt, hogy Rócsányi hazudott, amikor azt mondta, hogy rendben van a devizahiteles elszámolás. Mi úgy gondoljuk, hogy a se devizahiteles az nincs rendben. Ahogy mondtam, hogy ide van írva mindjárt narancssárgára vágy, Minden narancssárga, igen. Tehát ez úgy működik, ha a narancssárga világít, akkor nincs hang. Tehát ha a narancssárga világít, akkor el van titkol. Tehát, hogyha a narancssárga életben van, akkor az igazság hangja el van nyomva. Tehát ez is valamilyen jelkép, én azt gondolom, amivel természetesen számolnunk kell. Igen, nagy az érdeklődés, egyébként jó is, hogy így alakult, mert aki még itt elmegy, az is érdeklődik itt, hogy mégis mit csinálunk. Halihó,
Itt egy hazug ember bent, vigyázzon nagyon, hogy a legközelebb ide lesz fuvarja. Tehát ugye Trócsányi azt mondta, hogy mindig vannak elégedetlenkedők páran, és ugye amikor szembesítették azzal, hogy na de hát, hogy lehet az, hogy jól járt valaki, aki mondjuk 13-at felvett, 4-et visszafizetett, és még 41-el tartozik, akkor azt mondta, hogy vannak kivételek. Nyilván vannak kivételek. Megint a narancssárga bevillant. De úgyse tudtak elhallgattatni mindenki. Ezek a narancssárgák mindig be akarnak villanni. Tehát vannak kivételek, most ebben a ládában összegyűjtöttük a kivételeket. Egy részét, mert ugye sokan még nem küldték el, a többiek még csak most fognak majd rájönni, hogy ő is kivétel, és hogyha minden kivétel majd jelentkezni fog, és mondjuk így ide jön, és azt mondja neki, hogy te mocsok, hazudtál, akkor azért egész jól fog ez kinézni. Én azt kívánom, hogy egyébként az összes kivétel előbb-utóbb jelenjen meg, és emelje fel a hangját, mert amíg csöndben van, addig azt hiszik ezek, hogy örülnek neki. Amíg nem mondjuk meg, hogy nem örülünk, hogy nem pesgőzünk, addig ezek azt hiszik, hogy örülünk. Mert ha a király azt parancsolja, hogy örüljél, sok birta meg örül. Ahelyett, hogy nem örülne. Egyébként már van pesgőnk, tehát aki itt az igazságügyi minisztérium előtt akar majd nem örülni, nem pesgőzni, az itt megteheti. Igaz, hogy tíos színű, de majd a csatorna fölött fogjuk csinálni, hogy ne fessünk össze mindent. De ugye az is előfordulhat, hogy egyszer majd vérrel lesz összefröcskölve a fal, hogyha ezek így folytatják. Most pedig azt fogjuk megtenni, hogy Zsóka és Marika szerintem menjetek be, és kérdezzétek meg, hogy itt van-e Trócsányi, ha nem, akkor mikorra jön, mert szeretnénk neki valamit átadni. Én pedig innen közvetítem. Igen, Zsóka Marika rendőri kísérlettel bemegy, és reméljük, bilincsbe hozzák ki a főszínű Trócsányit. Itt van egy társadalmi kapcsolatok irodája, eljut hozzá, tehát itt egy rendes hivatali működés szabályai. Csak azt szeretném megkérdezni, ha itt van egy társadalmi kapcsolatok iroda, hogy például amikor a törvényeket hozzák, mint ahogy a jelenlegi evidenteles törvényeket is megalkották, hogy lehet az, hogy a civil szervezetet nem kérték fel arra, hogy társadalmi érdekeztetésre bocsássák a törvényeket. Minden törvényt egyébként az elfogadás
kiállítása előtt társadalmi érdekegyeztetésre kéne, bocsánat. Na de hát akkor mi van ebben a borszakban? Akkor le lehet szedni itt az igazságügyi minisztérium tábláról az évetűt, és akkor ez egy igazságügyi minisztérium. Ez egy nagyon érdekes vélemény, tehát nézzük meg. Nem nagyon érdekes ez a több kúriai döntés volt, több európai bíróság. Azt aztán tudjuk, a kúriai döntések azok mind a diktátuma annak, hogy mit diktál a... A jogállamban élünk, el kell fogadni a jogállami szabályokat. Nem, ez nem jogállam. Tehát ad biztos kijelentetem, hogy és egy bankmentés folyik teljes mértékben, és hogy lehet, hogy nem tudom számolni, hogy befizet valaki 20 millió forintot, 19-et visszafizet, és még 60-at tartozik, vagy 30-at, mint én. Hát ez hogy lehet szántani? Ezt a bankkal kellett az elszámolást felintézni. Hát a bank azt csinálták, hogy most is bank nem tud törvényeket hozni. És hogy lehet? Azt mondja, 1100 milliárdot fizetnek a bankok, az nem tudom, hogy van a mentés. Igen, és még mennyit fizetünk? Meg a fölvett kölcsön 10 évig fizettük, és utána még egyszer annyit fizetünk vissza, a tőkét és még a kamat. Nem gondolják, hogy 10 millió forintos hitelét, 80 millió forintot kell visszafizetni. De ez a végeredmény. Hát ez történik most. Hát most ilyen partikuláris esetekkel megvan. Nem, jöjjön ki, megvizetjük az adósok, mind azért vannak. Tudom, több 100 000 magyar családot érint. Igen, és ezeket teszik tönkre. Ezeket teszik tönkre, és ezeket. Még egy dolog, gondolom, hogy tisztában vannak a miniszter szó jelentésére, ugye? Igen. Ki szolgálja itt a magyar népet? Melyik miniszter, amelyik szolgálja a magyar népet, úgy őszintén? Nem, a magyar miniszterek, azok urat játszanak, a Orbán Viktorral az élén királyságot alkotnak, összezárnak, és a bankszférával együtt kifosztják a magyar embereket. Ez a véleményen, ezt tiszteletben tartom, én személyesen ismerem a miniszter úr, de egy csinálásokat látom. Igen. Ez országban a személyes ismeretség alapján, haveri kör, baráti kör, a kollégisták köre, köszönjük szépen, ez ma Magyarország. Úgyhogy nem véletlenül mit mondott a Soros Gyuri bácsi, hogy Orbán Viktor ugye a második legkorruptabb ember. Itt a... Igen, nagyon szívesen átveszem a... Jó, köszönjük szépen, nem adunk át semmit most nem, már, mert csak személyesen a miniszternek a kezébe, mert ugyan egy szolga megteheti, hogy átveszi a petíciót. Nyilvánvaló, hogy nem van Szegeden, akkor nincs. Meg lehet nézni az MT-ben, én átveszem, ez meg szokta gyorsítani az ügyintézést, és megoldom. Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra. 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 Viszontlátásra.